Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Szűkebb hazámról, szülőföldemről, Szatmárról szeretnék önökkel néhány komoly gondolatot megosztani. Nem először mondom itt teház falai között sem, hogy mi Szatmárban élők nagyon régóta úgy érezzük, én magam is úgy érzem az elmúlt 30 évben is, hogy mintha másodrendű vagy sokadrangú polgárai lennénk ennek az országnak. Sokszor érdemtelenül, alaptalanul, ok nélkül, méltatlanul lenéznek, alábecsülnek minket, csak és kizárólag azért, mert az ország legkeletibb megyéjében élünk, és bár ugyanazokat a kötelezettségeket teljesítjük, ugyanazokat a törvényeket tartjuk be mi is, mint az ország bármelyik más részén élő honfitársaink, ugyanazokat az adókat és köztereket fizetjük, de a lehetőségekből, a fejlesztésekből bizony alig-alig részesül ez a térség. Nem vitatom, és a Mi Hazánk mozgalom sem vitatja, hogy volt némi előremozdulás az elmúlt 10 esztendőben, mint ahogy összességében az elmúlt 30 esztendőben is. De hogyha megnézzük a szigorú és szomorú számokat, akkor azt látjuk, hogy egy átlag megyében élő ember, most nem csak a szatmári térségről, hanem Szabolcs-Szatmár-Berei megye egészéről beszélek, nettó 138 ezer forintot keres. Ez, tisztelt hölgyeim és uraim, a jelenlegi Szabolcs-Szatmár-Berei megyei átlag kereset, amelyből megélni abszolút reménytelen, még gyalog a buszmegállóba kimenni sem kis kihívás ennyi pénzből, és minden tiszteletem a képzőművészet valamennyi ágában dolgozó, tevékenykedő művész embereké, de az igazi művészet ma Magyarországon 138 ezer forintból megélni, ez a legkreatívabb képzőművészeti tulajdonságokat, képességeket igényli. És ha megnézzük a szatmári térség egészségügyi helyzetét, akkor azt látjuk, hogy 2020. októberében a szó átvitt értelmében közelharcot kellett azért vívni, hogy a Máté Szalkai Kórház szülészeti osztálya ne essen a világjárvány áldozatául, és bizony az utolsó percben vagy másodpercben történő becsúszó szereléssel a helyi lakossággal széleskörű villámgyors összefogást kialakítva, az egészségügyi dolgozóktól informálódva sikerült megakadályoznunk, hogy a szülészeti osztályt bezárják. Jelen pillanatban ez a veszély elhárult, viszont nem tudom annak a lehetőségét kizárni, hogy esetleg valamely más osztálya a Máté Szalkai Kórháznak később nem kerülhet-e ugyanilyen veszélyhelyzetbe. Minden tőlem telhetőt igyekszek megtenni annak érdekében, hogy a Máté Szalkai Kórház legalább a világjárvány kitörése előtti állapot szerinti ellátási szinten működjön, és amennyiben tehetem, akkor a fehérgyarmati kórház esetében is ezt javasolnám a döntés. Azt már nem értem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei 6 országgyűlési parlamenti képviselő, 6 kormánypárti parlamenti képviselő miért szavazza le folyamatosan a Máté Szalkai Kórházra vonatkozó 7-800 millió körüli fejlesztési javaslataimat, amelyek kivétel nélkül a kórháznak, illetőleg a mentőszolgálatnak a hosszú távú fejlődését szolgálnák, és mentes mindenfajta rövid vagy hosszú távú politikai érdektől. Mint hogy azt sem értem, hogy a Csengeri és a Máté Szalkai Ipari Park miért kihasználatlan. A Csengeri gyakorlatilag teljes mértékben, de hát a Máté Szalkai Ipari Parknak is lennének szabad vegyértékei. Még akkor is igaz ez, hogyha mostanában újabb fejlesztéseket ígértek, de a város kivételesen kedvező földrajzi helyzetéből adódó lehetőségeket még mindig alacsony hatásfokkal sikerült csak kihasználni. És aztán ott van egy évek óta ígért fejlesztés, szintén szülővárosom határában épülne meg az egyik börtön. Annak a 9 börtönnek az egyik emeljet 4-5 évvel ezelőtt ígért meg a kormányzat. Információm szerint ez a szám 9-ről lecsökkent 3-ra, de még ebben a 3-ban is benne maradt a Csengeri börtön építési terve, mely legalább 250 helyben és környéken élőnek biztosítana munkahelyet, nem beszélve azokról, akik a képzésen már részt vettek, viszont jelen pillanatban az ország más fegyintézeteibe vezényelték át őket munkavégzés céljából. Tehát egy nagy klasszikus viccet idézek, ugye börtön még nincsen, de igény és szükség az igenis lenne rá. Mint ahogy nagy szükség lenne az M49-es gyorsforgalma elkerülő útra is, melyet negyed százada ígérget nekünk több kormányzat és több miniszterelnök. Ezt Orbán Viktor miniszterelnökről is megígérte legutóbb 2017. május 4-én a délelőtti órákban a Csengeri járási tanúszoda avatásakor. És hát a forgalomszámlálási adatok is alátámasztják ennek a szükségességét. Kocsor községben 2006-ban egy 24 órás forgalomszámlálás során 10.320
120 gépjárművet észleltünk, ez 2010-ben már 16 ezerre emelkedett, az utóbbi időben pedig simán 20 ezer fölé ment ez a szám. Ez önmagában is alátámasztja azt, hogy égető szükség lenne ezekre a fejlesztésekre, és nagyon szeretném, hogyha végre szülőhazám, amelyik a szívem csücske, és az is marad életem végéig, az végre nem az ígérgetés földje, hanem tényleg az ígéret földje lenne egyszer legalább az életben. Köszönöm.